Akár csak maga Toldi Miklós, ifjú Fekete László úgy emelte magasra a petrendszer udat, amit aztán nehezen utánoztak az önjelölt erős emberek. A világ legerősebb családja, Fekete László és fiai, ifjú László és Fekete Miklós mutatkozott be a zempléni szivárvány családi napon. Bizony a bemutatón is megmutatkozott, az erőhöz kell a jó genetika is. Sátor Aljamújhelyben a Fekete család egy része, erőművész bemutató, de milyen számokkal készülnek? Igen, hát egy része ugye, amit említeném, a fiú részt, a Ricsit, aki szintén világbajnok, ő is egyszeres világbajnok, ami igazándiból a világ legerősebb családjához tartozik, azaz hozzánk. Hát a versenyszámok a jelen pillanati fellépésen kétféle jellegből hoztunk ide kellékeket, az egyik a visegrádi, vagyis pontosabban mindegy, hogy milyen város vannak Visegrád, de ott kezdődött ugye a Toldi. Maga a Toldi jelleg, a Malomkő, a Petrendszerud, és van egy rész, ami a világ legerősebb emberein használatos kellék, a golyó, amit gondolom mindenki be tud azonosítani, mert az azért a versenyen mindenkiben megmarad, mert a legnehezebb és a legfogástalanabb, szóval az egy gyötrelem az a szám. Úgyhogy ezekkel készültünk, és itt szeretnénk a közönségnek ízelítést adni, hogy mi a tiszta erő. Mi a született genetikai becsületes tiszta erő, és azt hiszem, hogy reméljük, hogy jól fog sikerülni, de befejezve a mondatot, azt hiszem, hogy meg is teszünk mindent, hogy ezt a közönség megértse és átérezze, és igazat adjon majd a végén nekünk. Itt pedig egy jelképet is látunk, ugye a pólón, egy nagyon szép grafikát. Már azt is megtudtam, hogy ez is az ön műve. De hát, ha már szövetség, akkor milyen versenyekre készülnek? Üdvözlöm én is a nézőket. Hát most lesz majd jövő hónapban, június 3-án egy naturvilágbajnokság, egy nagyon nagy világbajnokság, 24 ország részvételével, amire most jelenleg készülök, mivel címvédőként állhatok oda, hál' Istennek. Úgyhogy hát erre készülünk most gőzerővel. A készülés az ilyen, akár ezt egy ilyen városi mulatságon való fellépést is jelenti, vagy ahhoz kell tényleg egy edzési körülmény? Hát ehhez egy edzési körülmény kell, ez igazából ilyen kis mozgásnak jó lesz, meg ilyen kis vidámságnak, de emberre komolyan rá kell készülni, nagyon sok időt igényel és sok erőfeszítés munkát. És hát mivel címvédő, gondolom mindenki arra gyúr most valahol a világban, hogy önt megdöntsem, ezt a címet elnyerje. Igen, igen, kaptam már üzeneteket is Facebookon, különböző ilyen média helyekről a versenyzőktől, hogy jönnek és most már megmutatják nekem, persze így kicsit poénosan, mert ugye mi barátok vagyunk mindannyian, beszélünk szinte nap, mint nap egymással. De hát várom őket aztán szeretettel. Mi az, ami még vár önökre, akár Sátor Aljamújhely vonatkozásában is? Üdvözlöm úgy szintén a televízió nézőket. Mi készülünk egy komolyabb dologra, egy komolyabb erős ember versenyt szervezni jövő év május hónapban. Hát ezt még próbáljuk gyúrni, hogy milyen rangú lesz, ez vagy egy V4-ek, visegrádi 4-ek, vagy egy Európa kupát szeretnénk szervezni, de hát ez majd a hónapokon belül el fog dőlni, hogy ennek mi lesz majd a rangja. Ezen kívül még részt fogunk venni a Nemzetközi Hal- és Vadételfőző Fesztiválon, ahol a natur erős emberek fognak főzni egy őszpörköltet, valamint egy amatőr erős ember versenyt szervezünk meg, amelynek a zsűri tagja, illetve le fogja vezényelni ugye Fekete László, Fekete Miklós, illetve jó magam, mint ifja Fekete László. Szeretik az emberek, ahogy említette, ezt a bizonyos nyers erőt látni, és hát ehhez azért komoly szervezés is kell. Itt a Sátor Aljamújhelyi körülmények már most így felfedezve megfelelők majd ehhez? Sok mindentől függ, a szervezés az óriási, mert akár a visegrádi négyek, akár egy Európa kupa vagy Európa bajnokság lesz, ez nagyon nehéz, hosszadalmas idő a leszervezésben. Hát nyilván a sikernek az áloga az, hogy maga a város vezetősége, a környékbeli támogatók, szponzorok, vagy akár messzebb lévő fővárosi nagy cégektől, hogy egyáltalának elő kell teremteni az anyagi költségét. De maga ehhez, ha megvan, ez létrejön, már a pénz előteremtése, azt hiszem, hogy maga a verseny az viszont a nézőknek nagyon tetsző dolog lesz, és azt hiszem, hogy maradandó élményt nyújt, aki ezt végignézi, meg lényegében átszellemül vele, úgyhogy azt hiszem, egy életre szóló élmény lesz.
mindenképpen látványos sport, mondhatjuk az erős emberek sportja, és ha már visszatérünk egy kicsit ide a vadételfőző versenyre, amely nekünk legközelebb van, időben és programban készülnek, meg van fejben az a bizonyos recept, vagy majd időközben még ez kiderül bő egy hónap? A recept az megvan, csak előbb, ahogy édesapám említette, hogy egyik fiú testvérünk, ugye ő nem tudott eljönni, tehát ő neki van meg a recept, ő fogja főzni. Hát mi az alapvető dolgokat, ugye itt, amik hozzájárulnak ehhez, akár répát, krumplit pucolni, vagy ilyen hagymát, tehát ilyen alapvető dolgokat, azt mi ugye megoldjuk, de a főételt a Richard fogja bevállalni, tehát ő fogja főzni. Ő neki van meg az a igazi recept, ugye, hogy hogyan kell. Nem adjuk ki a titkos receptet. Jó, köszönjük szépen. Annyira titkos a recept, hogy még mi sem nagyon ismerjük. Az a legjobb. Így van, köszönjük szépen, finom legyen. Mi meg várjuk a produkciót. Az erős emberek után repült a Zsebkendő a Neoton élő koncertjén, amelyre a viszonylag korai kezdés ellenére is sokan voltak kíváncsiak. A koncerten és a családi nap egyéb programjain is sok volt a felvidéki látogató. Neoton miatt jöttetek, a tankcsapda miatt jöttetek, a színház, szivárvány? Mind a kettő véget. Mennyire ismeritek a Neotont magát, vagy ilyen nagy rajongók vagytok? Nem, annyira csak úgy. Csak úgy. Szeretjük az alap. Honnan érkeztetek? Szlovákiából. És azon belül? Azon belül Ladmócról. Tankcsapda rajongók honnan érkeztek? Szlovákiáról, Szent Máriáról. Sokat hallgatják a tankcsapdát egyébként is? Vagy követik, ahol lehet? Felvidéken? Ott is, és a YouTube-on is szoktuk hallgatni, táncolni rá. Úgyhogy nem csak a 20 éveseké a világ. Pedig a szövegek azért néha elég durvák, azt gondolná az ember. Én szuper nagyi vagyok. Én szeretek minden ilyesmit. Az est nagy koncertje a tankcsapda volt, de akik rászánták az időt és már kora délelőtt kilátogattak a Városligetbe, sok más programot is kaptak. A két nagy koncert mellett volt gyereksarok, ralliautó bemutató, kerékpársó, és felléptek a Latabár Teátrum tagjai is, akik már gőzelővel készülnek a június 1-én és 2-án bemutatott Mamma Mia című musicalükre. Ebből adtak ízelítőt a fiatalok. Money, money, money. Must be funny in a rich man's world. Money, 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 always sunny in a rich man's world. A tankcsapda törzs közönsége már kora délután megérkezett, várták kedvenc zenekarukat. Aki tankcsapdás, az, és az is marad. De mióta hallgatod őket, az első pillanattól? Nem, én 2006-2007-ben kezdtem el őket hallgatni, és azóta jó pár koncerten voltam. Ha nem is bárhová, de a közelbe követitek őket? Sárospatak, Sátoralja, Újhely, Nyíregyháza, Debrecen, így általában igen. Igen, a párommal együtt. Miközben a tankcsapda az esti koncertre készült, a közönséget a B-projekt helyi zenekar hangolta be, majd jött a csapat, akikkel nekünk is sikerült egy rövid interjút készíteni. A zenekar az elmúlt időszakban sok-sok koncertet adott külföldön is, de arra mindig figyelnek, hogy elsősorban magyarul szóljanak a számok. Tankcsapda a 90-es évek legelején óta játszik rendszeresen, kisebb-nagyobb rendszerességgel, úgy értem, külföldön, így többek között Németországban is. Igazából nem nagyon tennék különbséget a közönség között abban a szempontból, hogyha valaki vevő a zenénkre, vevő erre a fajta
dinamikus, lendületes dologra, akkor az akár itt hallgatja a buliainkat, akár Németországban, hogy te fogalmaztál, az jellemzően szereti ezt igazából. Ennél sokkal többet a német bulikról, főleg 25-30 év távlatából nem igen tudik. Oké, csak hogy abban a szempontból, hogy mégiscsak szövegcentrikusak voltak a zenétek akkor is, tehát hogy a német közönség ezt mennyire fogta. Figyelj, ebben a fajta szubkultúrában, ahol abban az időben leginkább játszottunk, nem az volt az érdekes, hogy ki milyen nyelven énekel, sokkal inkább az a fajta energia, amit a zenekar át tud adni a közönségnek, és ez hál' Istennek átment mindent elvi nélkül. Egyébként azt tegyük hozzá, hogy 2013 óta másfajta hangsúly lett fektetve ezekre a külföldi bulikra. Lett egy külföldi, úgymond koncertszervezőnk, Takács Árpi személyébe, aki azért... hogy mondjam, profibb környezetbe helyezte az egész külföldi turnézást, és azért az utóbbi években már nem csak arról van szó, hogy mondjuk oda megyünk, kibérelünk egy klubot, aztán lesz, ami lesz, hanem ezek gazdasági alapon, marketing alapokon komoly köntösbe öltöztetett koncertekről van itt szó. Elég, ha annyit mondok, hogy Németországban már úgy járunk haza, most idézőjelesen mondom, hogy ilyen 800 kötőjel 1000 fős klubok elővételbe telt házasok, ami azt gondolom borzasztó nagy szó. Azt is el kell mondani, hogy többnyire magyar közönség van. Tehát itt nem úgy kell elképzelni, hogy na, a tankcsapda befutott Európába, hanem nyilván ugye köztudott, hogy nagyon sok magyar él mindenfelé, és mi ezeknek a magyar embereknek a nyomába eredtünk, és ez egy nagyon sikeres akció, vagy vállalkozás volt, nem tudom, kihívás, de nem csak Németországról beszélünk egyébként, hanem a tengeren túlon is, Amerikába, Kanadába, Európába, tehát rengeteg helyen, de voltunk még Izraelbe is, szóval igazából sőt, Ausztráliában voltunk egy éve, ott 3 koncertet is csináltunk, úgyhogy igazából ezek tényleg túlnyomó részben magyar közönségnek szólnak ezek a koncertek, de mindig egyébként, ahova visszajárunk, oda észreveszünk, hogy évről évre egyébként egyre több helyi erő is jön. Úgyhogy, de nyilván nekünk az első Magyarország, mi egy magyar zenekar vagyunk, és mi úgy is szeretjük apostrofálni külföldön is magunkat, hogy a magyarul éneklő magyar rock zenekar. Direkt nem is szoktunk olyat csinálni, hogy most angolul eljátszunk egy számot, hogy Laci angolul énekli, mert mivel a közönség 80%-a magyar, még hülyén is adná ki magát, ők pont annak örülnek, hogy magyar szót hallanak. De ez egy nagyon, nagyon jó pofa dolog, és nagyon szeretjük csinálni. Lesznek idén is, jövőre is egyébként ilyen külföldi koncertek, de a tankcsapdának mindig az alfa és az omega az Magyarország marad természetesen. Nem tudom kihagyni azt, hogy a Metallica a tankcsapdát énekelt a koncerten, tehát azért ez azt gondolom, hogy maga az elismerés zeneileg is, meg úgy általában. Mindenféleképpen, és nagyon jól esett nekünk természetesen. Azt gondolom, hogy ez mindenféleképpen egy olyan visszaigazolás, hogy Magyarországon méltánytalanul el van hallgatva a rockzene a médiában, és ez egy nagyon jó port kavart, hiszen a Metallica környező országokban nem feltétlenül rock számokhoz, hanem mindenféleképpen egy ország híres előadójához best sláger dolgoztak fel, ugye a Falkónak a slágerét dolgozták fel Ausztriába, vagy például a cseheknél Karajagot számot játszottak, úgyhogy itt is simán lehetett volna akár egy Máté Péter klasszikus, vagy akár ma este játszó Neatom Familia feldolgozás. Az, hogy rockzenét választottak, az egy nagyon kitüntető dolog, és pláne az, hogy minket, az meg egy olyan koronát helyezett a mi fejünkre, ami azt gondolom, hogy kitörölhetetlen, és tényleg egy olyan, hát minden várakozásunkat fölülmúlt az, hogy egy ilyen státuszt adott nekünk a Metallica, mert ahogy te is mindenki erről beszél, úgyhogy ezúttal is üdvözöljük a Metallicát. Remélem nézi a tévéteket. Yeah.
Azt gondolom, hogy a legutóbbi interjúdat az Anindát visszanézve, ott volt arról is egy kicsit szó, hogy a minőségi zene és egy kicsit az a szubkultúra, ahonnan jöttetek, hogy ez most a kettő hogyan, mert hogy meg kell a professzionalitást teremteni, például azzal is, hogyha Sátoraljaújhelybe jöttök el, akkor ugyanaz a jó zene szóljon itt a közönségnek. Ezt azért nehéz tartani? Nyilván ehhez nagy stáb kell. Ez valóban így van, és értelemszerűen rengeteg munka és rengeteg idő és energia kell ahhoz, hogy ez, ahogy te is fogalmaztál, mindenhol a lehetőséghez méltán lehető legjobban szólaljon meg a zenekar, legjobb színpadképpen jöjjünk, amit csak lehet csinálni. Ez valóban kell egy komoly stáb, ez valóban kell egy komoly háttérmunka, rengeteg minden olyan dolog, ami a zenekar csinálásnak a nem a zenéről szóló része értelemszerűen. De őszintén szólva, mivel mi nagyon szeretünk zenélni, nagyon szeretjük csinálni azt, amit csinálunk, éppen ezért a munkának azt a részét is, ha nem is élvezzük ugyanannyira időnként, mint a zenélés magát, mert nyilván azt szeretjük a leginkább, de a munkának a nem zenés részét is kedveljük, és tudjuk jól, hogy ez pontosan ugyanannyira fontos ahhoz, hogy tudjunk jól zenélni, vagy jó minőségben produkciót színpadra állítani, mint maga a zenélés. A tankcsapda vigyáz arra is, hogy közönségük Sátoraljaújhelytől Londonig mindig ugyanazt a minőséget kapja. Ezt láthatták az itt élők is, hiszen a stáb nagy része már kora délelőttől rendezte a színpadot, hangolt, hogy az esti bulin minden tökéletesen szóljon. Az úzásban pedig nem volt hiba Sátoraljaújhelyen sem. Come on.